Kézilabda nagyüzem, vagy Fradi vereség otthon a múlt héten a Győrtől a női bajnokságban, és mától férfi EB Szerbiában. Tegnaptól a mieink ma este kezdenek az oroszok ellen. A kontinens torna esélyét is latolgatjuk női szemmel, Kőkény Bea egykori klasszissal, ma Fradi ügyvezetővel, és fiával Imre Bence ifjú kézilabdázóval. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Hát adódik a kérdés Imre Géza és Kőkény Bea a fiával kapcsolatban, hogy akkor miért kézilabda és miért nem vívás? Bence. Hát már ugye a vívás még olyan 10 éves kortól lehet elkezdeni. Mert akkor, hogy hosszabb addig igen. Nálad a kard mondjuk, vagy a tőr, igaz, vagy a párbajtó? Igen, meg én mondtam, mert néztem a kézilabdát a tévében, és akkor mondtam, hogy én most el akarok kézizni, és akkor elkezdtem kézizni. Mondta anya, hogy jó, és akkor várjunk még egy kicsit, elmegyek atlétikázni, de azt mondtam, hogy inkább kéz, és akkor elmentem kézizni. Szereted? Hol igen. Játszol? Elektromos, ott a FTC-pel igazából. Egy, csak... azért mondom, tehát már vártam, hogy nem fogod mondani, hogy Fradi. Bea, ez a dolog eldőlt, ugye ebből az ifjú harcosból kézilabdázó lesz? Egyelőre úgy néz ki, aztán meglátjuk, ugye nagyon fiatalon kezdte, tehát lehet, hogy meg fogja unni egy idő után, még nem volt 6 éves, mikor levittük kézilabdázni. De egyelőre nagyon szereti, és nagyon érdeklődik, és nagyon intenzíven csinálja. Ez még szivacs kézilabda? Hát igen. Na várj, nézzük csak, hogy van ez, igen? Én korosztályomban igen, de már feljátszok. Több korosztályban azért már bőrözök is. Bőrözöl is, szivacsozol is. Igen. Azért a bőrözés jobb, nem? Igen, most már igen, jobb. Na most, például te kint voltál-e a női meccsen, a Fradi Győrön? Kint voltam. Kint voltál? Akkor nem voltál túl vidám a végén, nem? Nem voltam én se. Mi volt a hiba a Fradi játékában? Te mit láttál szakemberként? Hát az, hogy egy öttel vezetett köbe a Győr, és így hetest ejtegettek, és azt kifogta a győri kapus. Az volt a fordulat szerinted? Hát meg még hát onnan, hogy köbe elmentek sokkal, akkor onnantól már nagyon nehéz volt visszahozni, úgyhogy nem lehetett. Bea. Szakszerű volt? Körülbelül ez volt, hogy kihagytunk 15 helyzetet és 5 darab 7 méteres. Tehát ez így röviden összefoglalva egy 11 gólos vereségnél azért ezek a számok mindent elárulnak. Nagyon féltünk a győri kapusoktól, tehát nem tartották be azokat a taktikai utasításokat a lányok, amiket a Gábor előtte 2 napig mondott nekik. Mert hogy te is hangsúlyoztad, Gábor is, meg azért a lányok is azt hajtogatták, hogy el kell hinni, és nem szabad félni. Aztán ez a félelem, ez mégis ott van, és nem lehet feloldani, vagy pedig elindul a játék, jól véd az ellenfél, amúgy is félelmetes kapuspárosa, és akkor alakul ki újra, vagy hogy néz ez? Nem, szerintem ez hit kérdése, és nem hitték el a lányok. Tehát itt nem volt vesztenivaló, nem is kellett volna ezzel foglalkozni, hanem bátran kézilabdázni. De ez nem sikerült megvalósítani. Tehát most benne vagyunk egy gödörbe, van egy Békés Csabai vereség, egy győri vereség, és tegnap is volt egy ilyen nyögvenyelős győzelem, de végül sikerült, tehát most ebből a gödörből kell valahogy kijönni a lányoknak. Azt sajnos ki kell mondani számatokra sajnos módon egyelőre, hogy a Győr még legyőzhetetlen és utolérhetetlen? Hát az, hogy legyőzhetetlen ezen a mérkőzésen úgy tűnt, de mondom a helyzeteknek a tehát nem az, hogy nem is voltak meg a helyzetek, meg voltak a helyzetek, tehát ha esetleg másképp alakul, azért nem állítom, hogy legyőzhetetlen. Tehát nagyon jó erőkből áll, nagyon két jó kapussal rendelkezik a Lőke, egy világklasszis, ami a védésekből, tehát 14 gólt lőtt, tehát iszonyatos mennyiség, szerintem legalább 8-at lerohanásból. És nagyon jó játékosok vannak, de azért éreztem volna, ha ott vagyunk ezekben a helyzeteket, belőjük ezeket a helyzeteket, akkor szerintem azért szorongathattuk volna őket. Te érzékeltél valamit abból, hogy a norvég mester Karl Erik Bøhn vette át a Győr? Tehát nem is annyira taktikában, fizikálisan, felkészülésben, tehát hogy valami változott a győrieknél? Hát a mentális dolgok, mentális szerintem. Dolgok? Tehát nagyon élvezik a játékot mindannyian, tehát nem csak a két norvég élvezi, ők mindig élvezik ugye a játékot, hanem átvették ezt a magyarok és a különböző nációk is átvették, tehát minden gólnak, minden védekezésnek nagyon tudnak örülni, nagyon pozitívak lettek. Innentől kezdve akkor a Fradinak mi lehet a célja? Hát, változatlan az igen, ezüstérem, igaz? Igen, eddig is az volt a célja, ezután is
bízunk benne, esetleg egy bajnoki döntőt tudunk játszani, és akkor talán egy picit már felszabadultabban, bár nem tudom. Odaraktad az esetleg szót, ki jelent erre veszélyt szerinted? Hát saját magunk igazából, tehát vannak jó csapatok, de mostanában kicsit olyan hullámzóan játszunk, bízom benne, hogy talán évvégére egy kicsit összekapjuk magunkat. Bence, neked van kedvenc kézilabdázó nőd? Magyar kézilabdázó nőd? Hát most igen, van. Na, kicsoda? Tomori Zsuzsi. Igen? Igen. És miért ő? Hát mert ő azért jó átlövő, mert hát ő azért magas, és ő tud jó, szép gólokat lőni. Férfiaknál, ugye most a válogatott kezd az Európa-bajnokságon, van-e a férfi válogatottban kedvenc? Fazekas Nándor. Igen, ott meg azt keresed, aki kivédi a... Hát meg a Perez. Meg a Perez, igen. Aki most nem lesz ott, igen, de majd az olimpiai is lehet, ez ott lesz. No, hát nézzük ezt akkor női szemmel, ahogy ezt ígértem, Bea. Elkezdődik a férfiaknak, és hát sajnos most a nők fotelből nézhetik, és rossz értelemben nézhetik fotelből, mert hogy most nincs tennivaló. Fontos ez az EB szerinted? Hát mindenképpen egy jó erőfelmérés. Nem árt, hogyha oda tesszük magunkat, és azért egy jó eredmény az mindig jó, mert készülünk majd az olimpiai selejtezőre. Tehát mindenképpen jó lenne egy jó eredményt csinálni. Nagyon erős a csoport, és nagyon nehéz lesz, de én nagyon bízom a fiúkba, hogy tovább tudnak jutni a csoportból, és akkor esetlegesen tényleg egy 6 közé, 8 közé be tudunk kerülni, az szerintem egy nagyon jó eredmény. Mocsai Lajos arról beszélt, hogy ezek az ellenfelek, a csoport ellenfeleink, franciák, spanyolok, oroszok, hát úgy könyvelnek el minket, hogy behúzzák, hogy hát minket azért meg fognak verni. És hát ő mondta azt, hogy ebben a helyzetben nem előtte, hanem ott a pályán kell nyerni. Egy kicsit ez nem hasonló a fradi női kézisek helyzetéhez, akár tavaly a nemzetközi kupába, akár a bajnokságba, tehát hogy el kell hinni? El kell hinni, de úgy érzem, hogy a fiúk... Tehát nagyon szép meccseket játszottak a felkészülés folyamán, tehát én azt gondolom, hogy azért hisznek magukban. Ez a mai lesz szerintem a kulcsmérkőzés. Én azt gondolom, hogy ma mindenképpen nyerni kell. Oroszok ellen. Igen. Ma nyerni kell. Ma nyerni kell, és akkor a spanyolok ellen, meg a franciák ellen már nincsen vesztenivalónk, tehát megvan a 2 pont, ami tervezett. Én úgy gondolom, hogy ezt tervezték ott a szakvezetők is, és utána már bármi lehet. Azért van a spanyoloknál hiányzó, van a franciáknál hiányzó, tehát nem komplett csapattal érkeztek. Mi nem azt mondom, hogy komplettek vagyunk, de úgy szerintem azért így játszottuk végig a felkészülési meccseket. Mi az erőssége a mi válogatottunknak jelen pillanatban szerinted? Erőssége? Hát talán több variációs lehet. Most, mintha nőttek van, mint régebben. És hát ugye a kézilabda az egyszerű játék, védekezésen múlik, és azt kell összeszedni, és kapus teljesítményen, és abból akkor fel lehet építeni az indításokat, meg a támadásokat. Hát és akkor viszont Bencének van igaza, nem? Tehát hogyha ez az Európa-bajnokság javarészt védekezésen múlik majd számunkra, meg kapus teljesítményen, akkor Fazekas, a kedvenc, az döntő szerepet fog kapni, igaz? Igen. Te nézni fogod ezeket a meccseket, Bence? Nézni. Hát a suliba... Nem látom, akkor vagy ismétlés, vagy valamikor. Este lesznek úgyis. Este lesznek, úgyhogy talán addigra már elengednek az iskolából. De az a lényeg, hogy nincsen nélküled válogatott mérkőzés, igaz? Igen. Ha már a kisrác, meg egyáltalán az utánpótlás, ugye örvendetes hírt olvashattunk, hát a győrieknél, hogy ott az utánpótlásban a társasági adókedvezménnyel 4 milliárd forintot be lehetett hozni. Hogy áll e tekintetben a Fradi? Mi is, hál' Istennek, jól állunk. Amennyire pályáztunk, 135 millió, az 500 000 forint kivételével a számlánkon van. Szóval ott is van. Igen, igen, hál' Istennek, ez december végéig le is zajlódott ez a történés. Úgyhogy mi is most gőzerővel, illetve hát volt ebbe előfinanszírozás is. Ez mind utánpótlásra fog menni, igaz? Ebből van, ami személy jellegű ráfordítás, tehát lehet a felnőtt játékosokon kívül, a felnőtt mellett dolgozó stábra költeni. Itt 50-50%, tehát 50% önerő, és 50%-ra lehetett pályázni, tehát ez megkönnyíti azért az élcsapatoknak a munkáját, de a többit azt utánpótlásra, úgyhogy tényleg vitaminoktól elkezdve szereléseken keresztül
különböző kupáknak a finanszírozása. Tehát lényegi előrelépést jelent. Lényegi, igen, és az edzőknek egy nagyon komoly anyagi háttér, úgy mondom, hogy egy megbízható anyagi háttér megvan. Na, hát ez akkor így örömhír a végére, aztán majd akkor figyeljük az Európa-bajnokságot. Tovább jutunk, Bence? Igen. Egyértelmű, igaz? Te pedig egyszer igen. Majd ott fogsz a fiúk helyébe válogatottként játszani, nem? Lehet, megpróbálok minden erősebb lenni. Hajrá, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.